A Tolna-Mözsi futzálos, saját nevelésű nagy tehetségeket felvonultató új generáció az előzetes várakozásnak megfelelően nagyot alkotott az idei országos ifjúsági bajnokságban. Bianca, Gréta, Gina, Szinti, Panna, Barbi, Petra csak úgy röpködtek a lelátóról a bókok becenéven a kékek felé, ahogy a táblázaton utánuk következő Miskolcnak berámoltak 9-et, miután az is belefért, hogy 6-ot bekapjanak. A bajnoki címet bebiztosító mérkőzésen a közönség szórakoztatás legalább annyira a célja volt a lányoknak, mint maga a győzelem. Szerintem mindent megtettünk azért, hogy meglegyen a bajnoki címünk, az edzések, meg a meccsek is, meg szerintem a csapattársak közötti viszony is nagyon jó volt. Próbáltunk úgy játszani, hogy ez a közönségnek is tetszen, és az edzőnk is elégedett legyen velünk. Hátulról ugye próbáltam mindig irányítani a csapatot, és hátulról azok a kulcspasszok megvoltak előre, amik kellettek. Sikerült gólt is rúgnom, kihagytam zicsereket, de ez mindig benne van. A gólpasszok is megvoltak, és szerencsére tudtunk így nyerni. A bajnoki cím értékét csak növeli, hogy amíg a többi csapatnál sok 2002-es születésű játékos szerepelt, addig a Tolna-Mözsieknél zömében egy-két évvel fiatalabbak. A csapat legkiemelkedőbb tudású és adottságokkal rendelkező játékosa, Wiesner Dalma, a felnőtt NB1-es csapatban is már többször bemutatkozhatott. Ezúttal is a nagy csapatban kapott helyet, és 3 nem is akármilyen góllal örvendeztette meg a közönséget. Szíve csücske persze az U17-es bajnokcsapat a 15 éves kiemelkedő tehetségnek, amelyben persze, hogy ontotta a gólokat. Reménykedem, hogy együtt maradunk, mert nagyon jó közösség jött össze. Az idei felnőtt magyar kupa döntőn is ott volt a pályán Dalma, vesztett a Tolna-Mözs, de ez volt pályafutásának csúcsmérkőzése, legalábbis eddig. A gólt ugye azt én tudtam fejelni, aminek nagyon örültem. Tolna-Mözsön nem a szerencsés csillagzat alatt nő ki egy ilyen remek csapat. Több évtizede példásan, szisztematikusan hangsúlyt fektetnek, nagy összhangban dolgozva az edzők a női utánpótlás nevelésre. Az utóbbi években egyértelműen az utánpótlás csapatra fókuszálunk, hiszen az, ami Tolnán hagyomány volt nagyon sokáig, az utóbbi 2-3 évben picit megtörni látszott, hiszen elfogytak az utánpótlás játékosaink, és egy kicsit kiszorultunk Tolnára a felnőtt csapattal. A cél az, hogy visszahozzuk azt a rendszert, azt a struktúrát, ami a hazai utánpótlásra, tornai utánpótlásra épül, és ez a folyamat most elkezdődött, és ha ilyen szép eredményt ér az utánpótlás csapat, biztos vagyok benne, hogy ebből a felnőtt csapatunk is 1-2 év múlva kamatozni fog. Az utánpótlás nevelés nélkülözhetetlen, karizmatikus, mondhatni emblematikus figurája Tolna-Mözsön Folk György edző-testnevelő, aki a saját alaposságát, maximalizmusát és talán pedagógiai érzékét is a gyerekekhez átplántálja valamennyi lent mellette dolgozó kollégájába. Dolgoznak szépen az alattalevők is, sőt, velem még a kisebbek is dolgoznak. Úgyhogy ez tényleg így épül fel Tolnán, és minden évben hozunk új játékosokat fölfele. Respektje van a Tolna-Mözsi képzésnek, a várostól távolabbról is rendszeresen hozzák viszik a szülők a focizni akaró és szerető kislányokat. Folk Györgyből egy van az országban. Sokan ismerik a női labdarúgás berkein belül, és óriási elismeréssel beszélnek az ő tevékenységéről. Ő az, aki a piramis alján dolgozik, és nagyon nagy lendülettel, óriási szakértelemmel hozza be a gyerekeket, akikből idővel megpróbálunk jó játékosokat nevelni. Folk György nélkül ez a rendszer nem működhet. A Tolna-Mözsi Klub nem ellenzi a nagy pályát, elfogadja a Magyar Labdarúgó Szövetség erre vonatkozó iránymutatását, miszerint a női futzal elsősorban a nagy pályára adjon, neveljen ki játékosokat. Én azt mondom, hogy a futszál az alapja a nagypályás labdarúgásnak is. Sokkal többet ér a gyerek a játékos labdához egy futszálmérkőzésen, sokkal változatosabb, a nézők közel vannak, nem köpködjük a szotyolát és nem csinál semmit az egész csapat, hanem itt azért izgalom van, és a játékosok, tehát ők is sokkal többet vannak foglalkoztatva, mint egy nagypályás mérkőzésen. Ebből az országosan is kiemelkedő U17-es csapatból már 4 játékos időközben meghívást kapott az U16-os nagypályás utánpótlás válogatott összetartó keretedzésére. Wiesner Dalma, Kis Gréta, Patai Barbara és Vámosi Georgina gyakorlatilag 2 vasat is tart a tűzben, kiemelkedő futball tehetségük okán.